Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Szanyi Tibor, az ISZON párt vezetője, alapítója, kitalálója. Szép jó reggelt! Jó reggelt kívánok! A választójogi törvény módosítása következtében a kamupártok lehet, hogy nem fognak tudni elindulni, és nem fognak tudni támogatást. Ön mennyire sértődne meg, hogyha valaki azt mondaná, hogy többek között ez az ISZON pártnak szól, mert így még nehezebb lesz bejutni a parlamentbe? Vagy nem fél ettől? Egyáltalán nem tartunk ettől, tekintettel arra, hogy nekünk eleve az a célunk, hogy 106 jelöltet állítsunk. Hogyha ebből 50 kötelező is, hát akkor Istenem, ez van. A másik pedig az, hogy ez azért, én nem tudom mennyire vonatkozik az úgynevezett kamupártokra. Közben én meg szeretném ajándékozni önt, most hozta a posta, mert ugye abba állapodtunk, elnézést, hogy szavába vágok, hogy ön egy igazi baloldali, és én benne mindig ilyen kétségek vannak, mert van valaki, aki azt állítja magáról, hogy ő az igazi baloldali, úgyhogy a legfrissebb lapját oda is adom, hogy tanulmányozza. Így lesz. Nem vagyok a tagjuk, meg a... Most még. Nem az ön pártjának, ja. Annak sem, meg ennek sem, meg ha igen, akkor majd megtartom magamnak. Szóval ott tartottunk, hogy önnek mind a 106 körzetben lesznek jelöltjei. Jó ez a módosítás? Tehát tényleg olyan nagy számban vannak kamu pártok, illetve indulnak emberek, hogy pénzt szerezzenek így? Nézze, én nem tartom szerencsésnek, hogy másfél évvel egy választás előtt megbuherálják a választójogi törvényt. Ennek egyszerű... A buherálják az egy negatív, ez egy negatív dolog, ami történik? Én azt hittem, hogy ez... A buherálás az az én olvasatomban a hozzáértés és körültekintés nélküli beavatkozás. De igazságügyi miniszter asszony egy jogvégzett ember, meg a csapata is. Ez így van, ettől még lehet felelőtlen. Tehát amikor ugye egy politikai felállásban, egy politikai szerkezetben mindenki éveken át egy adott logika szerint készül egy adott választásra, ezt megborítani illetlenség. Azt úgy lehetne megcsinálni, hogy oké, megvan egy választás, és rögtön a választás nyertesei, mindenki, már úgy értem, hogy aki egyáltalán az országgyűlésbe került, leülnek és konszenzussal megmondják, hogy oké, a következő rundóban majd valahogy máshogy csináljuk. Ez így működhet. Erre önnek van lehetősége, hisz van egy független parlamenti képviselő, aki önökkel működik együtt, ő beadhatja, mint... Hát én abban biztos vagyok, hogy nem ez lesz a végső megoldás, mint ami most előjött. A Fidesznek ez egy örök mániája, hogy mindig berobban valami brutális javaslattal, aztán utána enged belőle, és akkor utána jaj, de jó, hát milyen aranyosak, rendesek. Ez ismeri azt a viccet, ugye, amikor valaki a macskát a farkánál fogva forgatja a feje körül, és akkor mondja, hogy na jó, de hát milyen boldog lesz, ha leteszem. Tehát most így lehet boldogságot okozni a politikai erőknek, hogy fele annyira lesz csak kínos vagy valami. Én azt gondolom egyébként, hogy ez abból fakad inkább, hogy a Fidesznek kifejezetten érdeke az, hogy álljon össze az ellenzék. Ennek az az egyszerű magyarázata, hogy jelen pillanatban ugye a demokratikus koalíció a mondjuk így a legerősebb párt az ellenzéki oldalon. Szerintem a Fidesznek kommunikációs szempontból mindenféleképpen az érdeke, hogy föl tudja mondani, kérem, az összes közös jelölt, Gyurcsány Ferenc jelöltje, meg még Soros György, és akkor innentől kezdve felállították azt a képletet, hogy Orbán vagy Gyurcsány. Hú, egy érdekes dolog, meg kell, hogy szakítsam, hisz legutoljára, amikor itt volt nálunk, hatalmas kirohanást intézett Dovrev Klára ellen, majd ugye a Műbolygóimmal követtem önt, és egy kereskedelmi televízióban már megengedőbb volt, de ott még mindig nagyon keményen állította, hogy nem pont úgy van az, amit az európai parlamenti képviselő asszony állított. Nem voltam megengedőbb. Ezt nem tudom, hogy miért mondja. Én kitartóan azt gondolom, hogy amit az európai minimálbér vagy minimálbérek kapcsán ő mondott, az egy nettó hazugság, sőt több tételes hazugság. Valahol valami fekete macska a DK és ön között korábban, hiszen a Gyurcsány kormány ideje alatt, ha jól emlékszem, államtitkár volt. Voltam, igen.
valami személyes ellentét van önök között, vagy egyszerűen ön egy olyan vörös baloldali, hogy kívül zöld, belül piros, és nem fogadja el a... Egyszerűen arról van szó, hogy a mi missziónknak a középpontjában az emberek jövedelme, a bérek... Misszióra a világnézetére gondol? Igen. Tehát az emberek jóléte, a bérek, a fizetések állnak. Ez nekünk egy a legfontosabb. És gondolja, hogy a többi ellenzékinek, ebben, vagy a kormánypártinak nem? Én azt gondolom, hogy nem, hát hiszen, ha megnézzük az országgyűlés napi rendjét, megnézzük ezeknek a pártoknak a témakészletét, ez a futottak még kategóriában van. Létezik, csak hát olyan futottak még. Ja, és akkor még vannak a munkabérek is. Na most, mi azt mondjuk, hogy ebben nem engedünk tréfát. Tehát itt ebben a tárgykörben kifejezetten tiltakozunk, hogyha valaki valótlanságot mond. Tehát egy olyan képletet beállítani, hogy kérem szépen, én kimentem Brüsszelbe, és a sok hülyével szemben én érvényesítettem a világ egyetlen igazát, és ez már tény, na ez így hazugság. Tehát ez így egyszerűen nem működik, már csak azért is, mert semmi nem történt. Értem. Én közben az órámra nézek, még van 4 percünk, igen, mert itt megállt a számoló velem szembe. Akkor folytassuk ott, hogy az előbb azt mondta, hogy a kormánypártok azt szeretnék, hogy az egész ellenzék egy csapatba induljon, hogy azt lehessen, hogy lehessen gyurcsányozni, meg sorosozni, így, meg nem tudom én mízni. Na de hát ön nem kompatibilis, legalábbis én úgy érzem, a világ nézete és a küldetése szerint ezekkel a pártokkal, vagy tévedek? Nem előre téved. Haladott nem téved. Tárgyalásokban van velük? Nem téved, egyáltalán nem, sőt, nem, hogy előre haladott, semmilyen tárgyalásban nem vagyunk velük, vagy ha vagyunk az azért, egy oldalú. Azért, mert ön nem szeretne, vagy ők nem állnak önnel szóba? Ő szerintem inkább ez utóbbi, amit én picit se tartok demokratikusnak, mert ugye, hogyha valaki, én nem azt mondom, hogy Magyarországon demokrácia van, vagy legalábbis hibátlan demokrácia lenne, de azt határozottan állítom, hogy az nem demokratikus megközelítés, hogy az ellenzéki oldalról azt mondják, hogy te menj a fenébe, te ne vegyél részt a választásokon, mert majd én. Hát ilyen nincsen. Hát a választás pont az, hogy vagy ön, vagy én, vagy a harmadik. Tehát akkor, ha föl se ajánlják önnek ezt az előválasztáson való részvételt? Hát nem tudom, mit kell ezen felajánlani, hogyha egyszer ki van írva egy előválasztás, akkor azon gondolom, aki a feltételeket teljesíti, bárki indulhat. A feltételek... Ön gondolkodik azon, hogy elinduljon ezen? Mi nagyon előválasztás hívők vagyunk, így van, tehát az azt jelenti, hogy mind a 106 körzetben akarunk az előválasztásokon részt venni. Nagyon kérdéses. De ha jól értem, ha nem állnak önnel szóba, akkor annyit jelent, hogy a pártjával sem állnak szóba? Vagy... Nem, egyáltalán nem. Ilyen nagyon-nagyon finom, ilyen háttérből való üzengetések mennek, de effektív tárgyalások nincsenek. Nem is hívnak meg minket semmilyen asztalhoz, ahol ilyen dolgokról esetleg beszélgetnek. Mi azt mondjuk, hogy hát, hogyha ki van írva az előválasztás, és azon részt vett bárki, aki egy kellő számú aláírást összegyűjt, hát körülbelül ez lehet az alapfeltétel. Na de hát ennek a koalíciónak biztos van valami ideológiája, és most ezt meg is írják, ha ön nem vesz részt az ideológia megteremtésébe, akkor... Nekünk van egy programunk, mi ezt a programot egyébként bármikor, bármelyik pártnak a rendelkezésére tudjuk bocsájtani. Mi azt mondjuk, hogy ha néhány fundamentumot, ami nekünk kifejezetten fontos, ilyen ez az egész bérkérdés. Tehát a számaink, amit már az ön műsorában sokszor elmondtam, a nettó 200 000 forintos minimálbér, a 37.500 forintos családi pótlék havi szinten, a 100 000 forintos szociális minimumjövedelem, vagy pedig ugyancsak a 37.500 forintos korpótlék, ami ezek mai számokon mondom. Ezeket viszont látjuk, akkor azt tudjuk mondani, hogy oké, a közösnek meg egyéb dolgait meg mi tudjuk elfogadni. Tehát ha a legfontosabb dolgokban mi tudjuk érvényesíteni a magunk programját, akkor tulajdonképpen mindent... Akkor bárkivel. Ez így túlzás, mert például a nácikkal semmilyen körülmények között nem, tehát azért itt van még egy további határvonal. Ha ezt ők nem fogadják, hát nem, hát akkor indulunk külön. Persze ez egy jó kérdés, hogy kik a nácik. Hát a nácik azok, akik a náci ideológiának, vagy arra emlékeztető téziseknek a sokaságát mondják. Hát ez egy szubjektív történet mindenféleképpen. Viszont én azért azt hiszem, hogy egy baloldali párt az nagyon jól be tudja azonosítani, hogy ki a náci és ki a nem. Nemzetközi szinten valahova be kell, hogy a pártja tagozódjon. Így van. Így van, ott viszont tárgyalásban vagyunk, tehát a Európai Balpárt Északi Zöldek, ez ennek a neve. Na, ezt úgy gondolom, hogy GUE. 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 Így hívják ezt az európai pártcsaladot. Ezek, hogy szól ez magyarul? Ez a negyedik. Európai Balpárt Baloldali Zöld, Északi Zöldek, ez a
Északi zöldek. Hát fura név. Ez a negyedik legnagyobb frakció az Európai Parlamentben. Negyedik legnagyobb. Bizonyám. Melyik magyar, mai magyar párt tagja ennek? Van Magyarországról valaki, aki tagja? Van az Európai Baloldal néven futó párt, aki mint Vajnai Attila vezet. Ez a Munkáspárt 2006-ból ma Európai Baloldal. Akkor nem véletlenül adtam. Nem, ez egy másik. Ez a... Ebből vált ki Vajnai Attila? Nem, ebből nem vált ki. A kívánás után lett két párt. Értem. Elképzelhető, hogy akkor Vajnai Attila is önök el fog futni? Minden további nélkül, például a Borsodban is a mi általunk támogatott jelölt mögé fölzárkózott az Európai Balpárt Vajnai Attila. Így van. Na, ez nagyon érdekes, akkor keressük Vajnai Attilát is. Nagyon köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, hogy időben megérkezett, és ne felejtse, önnek gyerekei vannak, úgyhogy tartsa be, hogy mindenhol maszkot, ahogy a lakásból kilép, és ha lehet, akkor otthon is, hogy nehogy a gyerekek kapjanak öntől valamit, vagy ön a gyerekek. Tegnap a gyermekeimmel mentem kb. 150 métert egy üzletig, és a kisgyerekek is felvették a maszkot. Ez az, így dolgozik egy minta példamutató apa. Nehezen jött ki, de így kell, hogy ez legyen. Kedves nézőim, elérkeztünk a 8 órás híradóhoz, ami egy általam vélt objektív híradó. Ha építő jellegű véleményük van, nyugodtan írják meg, oda fogunk figyelni rá. Az elmúlt negyed órában Szanyi Tibort, az ISZON párt elnökét, alapítóját láthatták, aki majd az északi baloldali pártokhoz fog kapcsolódni, illetve csatlakozni. Ők az Internacionált éneklik? Náluk nem feltétlen hagyomány ez, de egyébként gyakran igen. Jó, hát akkor legyen így, ha születésnapja lesz, akkor megkapja tőlem Héberül. Héberül nagyon jó hallatszik. Nagyon jó. Egyébként a szocialista, szociáldemokrata pártok világában ez egy eléggé bevett gyakorlat, az internacionális eléneklése, tehát nincs, ez egy hagyomány. Amit sokan ismernek. Köszönöm, hogy velünk volt, tehát akkor előzetesek, és már is jön a híradó. Tartsanak velünk a híradó után, és a híradó után első vendégünk Szlávik János, főorvos lesz, vele kora hajnalban, hajnali 6 órakor már rögzítettük a beszélgetést, hisz ő neki ilyenkor már vizitje van a kórházba. Őt fogja követni egy szakértőnk, egy ukrajna szakértőnk, majd Szabó György a Mazsöktől. Ez a mai kínálatunk, tehát előzetesek, és jön a híradó, aztán jövünk vissza.